újabb hétvégi vlog lesz, nagyon úgy tűnik. Igazából már tegnap is hétvége volt, mert hogy húsvét van, és tegnap volt nagy péntek, de nem kezdtem el vlogolni. Egész hétvégén itt van nálunk Samu, meg mármint a Soma öccse Samu, meg most Mátyással találkoztam, úgyhogy ez ilyen öccsös húsvét. Most egyelőre az első állomásunk az a Dürlin lesz, mert egy sneakeres rendezvényre megyünk Mátyással. Bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. A foe in affection, I summon and dub it. Cause bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. A foe in affection, I summon and dub it. Why you be all in my life? Na, megjártuk a Kickstarter-udot, és az a helyzet, hogy rá kellett jönnöm, hogy amióta ez a hypebeast kultúra betört az általános iskolákba, azóta már kevésbé vonz, mint eddig. De egyébként nagyon jó volt maga a rendezvény, mint hogy szerintem mindenki élvezte, aki ott volt. És utána beültünk a Flow Caféba étkezni Mátyással, mert nagyon éhesek voltunk, én ma még semmit nem ettem. És nagyon jókat kajáltunk. Igazából én még soha nem ettem itt ételt, viszont ha jól tudom, akkor minden vegán, vagy nagyon sok vegán kaja van minden esetre, és nagyon finomak voltak, és nyilván elfelejtettem levideózni, úgyhogy berakok egy képet, hogy lássátok, hogy miket ettünk, ha esetleg érdekel. A buthaból ettünk, meg egy tésztás főételt, és aztán a Freyából hozott croissant ettük desszertnek, és rohadt jó idő van, úgyhogy most szétvárom Mátyással, és én elindulok a Margit-szigetre, ahol Soma meg Samu lesz kint. Mátyás meg ugye barátaihoz. Ui! Én vagyok a sofőr, de az a helyzet, hogy maximum 5 km per órával tudunk menni, és szerintem még azt se érjük el, úgyhogy nem egy nagy felelősség. De azért kicsit parázok. Mi a buszta? Szóval, igen, már a Margit-szigeten vagyunk, ahogy az alábbi példa mutatja. Amióta múlt héten itt voltunk a Palatinusban forgatni, és hát fotózni a La Familiával, azóta eldöntöttem, igen, hogy én minél hamarabb Ringo hintózni szeretnék. Miért nem megyünk itt le? Hát meg. Későn tudsz. Na mindegy, szóval most Ringo hintózunk. Ami azt hittem, hogy Ringo hintó. De ezek szerint Ringo. Soma átvette a kormányt, Soma meg a másik tekerőt. Halálfélelmünk van. Úgyhogy nem mondom, hogy nincs rajtam pánifélelem, de legalább a szoknyámba belátni előről, úgyhogy tök jó. Ja, most csak meg akarsz itt fordulni, hogy arra álljon az autó? Aja, hogy neked vissza, igen. Igen, hátra? Hátra. Na, Samu jobban tudja. Jó, elég. Tekerd vissza. Fék nem árt, hogyha néha a kezed rajta van. Zsehar. Ennyi. Mi van, Mazsola? Én lehet, hogy az egyetlen vagyok, aki ezt most realizálta, de ez a Margit-sziget egy iszonyat feelinges dolog. Az előbb, ahol elmentünk, az a Stég nevű hely, meg az a Hippie Island, az nagyon-nagyon tetszett, és olyan finom ez a fagyi. Nem tudom, milyen drog van ebben, de nagyon finom. Mondjuk nyilvánvalóan nem olyan természetes, mint az eddigi kedvencem, a levendula, de annyira ilyen nosztalgia íze van, és nagyon-nagyon jók. Amúgy áfonya és grapefruit, amit eszem. Na de hogy nem csak ez, hanem így az egésznek a hangulata, a kiépítése, a bringó hintó annyira jó. Úgyhogy eldöntöttem, hogy ezek a hétvégi vlogok, amiket most ugye gyakorlatilag a hétköznapi vlogok helyett csinálok, azok mostantól ilyen programajánlósak lesznek szerintem. Mi is keresünk mindig valami jó kis helyet, igazából a múltkoriban is ez volt, hogy igyekeztem izgalmas, meg jó helyeket ajánlani, ha csak itt, vagy ha... Mi az? Vagy éttermet, vagy programot, úgyhogy mostantól ez lesz. Így döntöttem. Így születem a nagyszerű dolgot. Rendkívül formabont. Na, ennek úgy néz ki a lába, mint a makinak.
igazából csak enni jöttünk. Na, két pak kutyapát. Tüntetésre vagy nyomatlan. Igen. Épp 4.-20-a van, szóval marihuána melletti tüntetést szerveztek. És a két farkú kutyapár foglalt el a színpadot. Úgyhogy azt hallgattuk. Csodálatos dalokat. Közben meg elindultunk, mert igazából már ugye a Bringóhintóval elmentünk az Árpád hídig, mert a Margit hídnál jöttünk be. Aztán visszamentünk vele, leadtuk. Aztán visszasétáltunk az Árpád híd felé. Megnéztük a Vadaskertet, ami szuper jó Vadaskert. Szerintem. Vadaskert. Tényleg? Hát ez nem olyan nagy. Úristen, a kedvenceim azok a sejemtyúkok voltak, amik így totyognak a nagy gatyájukban, és ezt csak csinálnak egy olyat, hogy úgy, mint a mesékben, így felemelik a fejüket teljesen függőleges nyakkal, és így úgyhogy nagyon viccesek voltak. És utána elindultunk ugye megint visszafele, a Margit híd fele, csak hát útba ejtettünk egy kis kajálást. Samu popcornozik, mint mindig és mindenhol. Ja, úgyhogy most szerintem hazafele vesszük az irányt. Hazaértünk és gondoltam, megmutatom, hogy hogyan adjuk be Zirgosznak az inzulint. Ez az inzulinja egyébként emberek számára alkalmas inzulin, szóval sima patikában vesszük, az a neve, hogy Lantus. És nyilván receptre. És már ráraktam a tűt, csináltunk vele ilyen próbát, hogy működik-e a tű, és működik. Úgyhogy most beadok neki 4 nemzetközi egységnyit, mert 20 egész valamennyi volt a vércukra. Azt is megmutatom mindjárt, hogy mivel mérjük. Hogyha szeretnétek erről külön videót, mert ez elég specifikus probléma, és egyébként mostanában sok minden kiderült ezzel kapcsolatban, nem hadonászok ezzel a tűvel ennyit, akkor írjátok meg kommentben, mert amúgy lehet, hogy valaki számára hasznos lehet. Soma hetek óta lángos burgert akar tenni, ami egy hamburger lángos bucival. Szóval lényegében marhahús pogácsa és szósz és zöldségek vannak 2 lángos tésztában, és lehet hozzá sült krumplit is kérni. Úgyhogy ez volt a vacsorája, és azt mondta, hogy nagyon-nagyon finom volt. Aztán pedig még Makit is elvittük a futtatóba, hogy játsszon egy kicsit a barátaival. Egyébként aznap este Soma másik öccse is nálunk aludt, szóval mondtam, hogy ez egy ilyen öccsös hétvége lesz. Úgyhogy másnap szerencsére haza tudott minket vinni Érdre, mert a húsvét miatt mentünk haza családozni. És ilyenkor most már Maki is velünk szokott tartani, hogy napközben ne kelljen itthon lennie egyedül, és hogy ki tudjuk vinni, hogyha el kell végeznie a dolgát. Úgyhogy nagyon kihasználtuk a kertet és a jó időt, mert Maki imád velünk játszani a kertben. Hogyha nem vagyunk ott, akkor egyébként kb. Nem csinál semmit, csak letelepszik a teraszajtó elé. Szóval ő is csak úgy szereti a kertet, hogyha mi is ott vagyunk és vannak játszópajtásai. És nem is nagyon csináltam ezen a napon olyan sok felvételt, inkább csak ilyen hangulatfelvételeket, nem sokat beszéltem, mert nem nagyon volt miről, szóval ez tényleg egy ilyen nyugodt, pihenős, kajálós, családias húsvét volt, úgyhogy remélem, hogy nem haragszotok, hogyha ennyivel kell beérnetek. Egyébként a kerten kívül még társasoztunk, és nagyon-nagyon-nagyon sokat ettünk. Egyébként Maki nagyon jól bírja a tömegközlekedést, az egyetlen dolog, amit utál benne, az a szájkosár. Viszont egyszer már előfordult olyan, hogy leszállítottak minket a buszról, pont akkor, amikor állatorvoshoz mentünk, azért, mert nem volt rajta szájkosár, szóval most már inkább nem kockáztatunk. Szóval, bocsánat, hogy a tegnapi napot azt érthető okokból kifolyólag nem igazán követtem végig kamerával is. Viszont a mai napon még lesz pár izgalmas programunk. Most először is nekiállok ebédet csinálni, mert állítólag Samu nagy részt azért jött hozzánk, hogy egyen az én sült csirkémből, az én sült krumplimmal, ami nagyon nagy megtiszteltetés. Én meg amúgy maradékot fogok enni, amit tegnap még hazahoztam anyáéktól. Úgyhogy először is nekiállok ennek, utána pedig szabadulószobázni fogunk, amit nagyon-nagyon várok. Már voltunk együtt szabadulószobában így 3-an, most viszont jönni fog velünk Attila is, meg lehet, hogy még csatlakozik Fruzsi, vagy valaki, akinek van kedve jönni. Szóval szerintem tök jó lesz.
Készen van a kaja, úgyhogy most megpróbálom összeszedni magamat. Az a baj, hogy szerintem most nagyon olajszagom lett, de remélem, hogy nem túlzás, közben meg régi Julian Solomita videókat nézek, úgyhogy... Meg akartam nektek mutatni az heti, vagy a hétvégi vlogban is egy vicces zoknimot, de szétjött. Úgyhogy ezt meg kell csinálnom, mielőtt teljesen tönkre megy, úgyhogy most leveszem. Ja, csak a vicces zoknit ne! Már utam vagyunk, ugyanis most a Neverlandbe fogunk menni szabadulószobázni, akikkel egyébként már volt együtt közös munkánk. Szóval már van egy ilyen videó a csatornán, úgyhogy most nem fogom részletesen felvenni, hogy mit csinálunk. Viszont ezt a lehetőséget is így gyakorlatilag ajándékba kaptuk tőlük, még amikor itt voltunk, akkor kaptunk egy ilyen kupont, amit fel tudtunk használni egy ingyenes látogatásra. Nyilvánvalóan ezt a kupont sikerült megvárni, hogy lejárjon, úgyhogy most külön beszéltünk velük, és azt mondták, hogy szívesen látnak még egyszer. Úgyhogy most kipróbáljuk az egyetlen szobát, ahol még nem volt egyikünk sem, tehát se Soma, se én, se Attila, vagyis se Attila, se én, mert Somu még nem volt itt velünk egyáltalán, viszont mi már többször is voltunk, ugye? Szóval most az űr, a világűr, azt hiszem hivatalosan annyi a neve, hogy világűr, azt a szobát fogjuk kipróbálni, és hát nagyon izgatott vagyok. Bár én majd a többi szobát is szeretném itt megnézni. Azt hiszem, hogy még egy van, amit nem látom, a varázslós. De nagyon tetszett. Te már voltál? Igen, ott voltam először. De szóval nagyon jó. Úgyhogy ki szeretném próbálni az összeset. És itt is vagyunk. Na képzeljétek el! Itt van Attila is. Ja igen, ezt nem vagy nem tudom, hogy mutatom, hova kell nézni, ide kell nézni. Oda. Okay. Képzeljétek el, másodikak lettünk a ranglistán ezen a szob, vagy ezzel a szobával. Szóval all time ranglistán igen, másodikak all time lettünk. Ugye négyen voltunk, Samu, Soma, Attila meg én. És nagyon-nagyon jól teljesítettünk, és nagyon-nagyon jó volt amúgy. Még mindig talán a Westernes a kedvencünk. Igen, nekem a Westernes volt. És igen, és mi meg nem próbáltuk én még, vagyok ugye. Én álljuk be, nekem nem tetszett. Somának nagyon-nagyon tetszett ez. És igen, mi meg majd a varázslósat azt mondtam, hogy ki akarjuk próbálni, mert az egyrészt nehezebb is elvileg, Attila is azt mondtam. Igen, mert voltam abban, és nagyon nehéz srác is ott. Úgyhogy azt majd ki kell próbálnunk. Samu, hogy tetszett? Nagyon jó volt. Nagyon jó. Örülök. Na, aztán most meg még egy fagyi belefér, utána meg Samu lassan megy haza. Kivittük Samut, Kelenföldön vagyunk. Ide jöttek érte. Úgyhogy ennyi volt a családi... Ó, de magas vagy. Ennyi volt a családi hétvége. Ma amúgy nem tudom, hogy lesz még valami izgi program, úgyhogy még nem zárom le ezt a vlogot, de semmit nem tudok garantálni. Fél, vagy sziasztok, vagy nem. Vagy sziasztok, vagy nem. És így fekete képernyő vége zene. Öcsém tegnap azt mondta, hogy vegyem fel a vlogba, hogy tegnap előtt mit csináltam itt. Szóval itt az Erzsébet téren úgy locsolják a bokrokat, hogy onnan a víz kimossa a földet ide, a kőre. És hát a földdel együtt kimossa a gilisztákat is, akiket én nagyon megsajnáltam, meg tudom, hogy milyen hasznosak, szóval fogtam, és így összeszedtem a gilisztákat a kőről, és szépen visszavittem a fűre, vagyis hát a földhöz. Úgyhogy remélem, hogy egy kicsivel több giliszta maradt élve, mint ahány nélkülem élve maradt volna. De egyszerűen nem tudom, hogy hogy lehet megoldani így egy öntözőrendszert, hogy baszki a félföldet kimossa a kőre, és azzal együtt minden élőlény. Hihetetlen. Pedig egyébként hozzátenném, hogy nagyon szeretem a felújított Erzsébet teret, mert tök király. Köztük a kutyafuttatót. Fottatót. Kutyafuttatót is. Jó, szóval nem ez a világ legjobb futtatója, meg most már a kő is elég kevés, vagy a kavics, vagy mi, ami oda le van szorva ez a sóder, szóval eléggé porzik. De azért én most szeretem, ahogy meg van csinálva az Erzsébet tér őszintén, szóval mint, hogy tök jó, hogy mindenki megtalálja a saját helyét. Hogy hívják ezt? Tevékenységének megfelelő helyét, igen. Na mindegy, szóval ennyi volt a kutyafuttatás, és most megyünk haza. És...
valószínűleg folytatom a rendrakást, mert most már tényleg elkezdtem ja, legviccesebb az egész napban. Tényleg elkezdtem elpakolni a téli cuccokat és kipakolni a nyáriakat. Erre nyilván ma olyan időben, hogy a vastag kufi dzseki van rajtam. Kufi kabátom van rajtam. Szóval ez annyira én vagyok. Murphy mindig dolgozik. Még húsvétkor is. Még egy utolsó érdekesség a mai vlogban. Szerintem még sosem mutattam nektek, hogy ma ki hogy viselkedik, amikor otthagyom valahol. Nyilván nem szoktam otthagyni sehol, csak poénból. Nem otthagyod, hanem úgy, hogy a másik gazdájával megy tovább. Tehát. Ja, hát igen, amikor Somával megy, vagy ilyesmi, de hogy ugye sztoriba raktam ki egyszer, amikor poénból úgy csináltam, mintha otthagynám a futiban. Nézzétek meg a reakcióját. Na jó van, szia Maki! Szia Maki! Szia! 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 Ne hagyjál a kit! Jaj, nem jó, nem jó. Mehetünk? Na hát ennyi volt a mi húsvét hétvégénk, most már itt az ideje aludni. Remélem, hogy kamerán keresztül is élvezhető volt, mert mi átélni nagyon szerettük ezt a pár napot, úgyhogy legközelebb találkozunk. Sziasztok!